A zalaegerszegi 19 pontos vereséget követően bő egy hét állt a rendelkezésükre a nyíregyházi kosarasoknak, hogy visszataláljanak ahhoz a formájukhoz, amellyel meccseik többségét megnyerték a bújtosi csarnokban. A pénteki mérkőzés a vendég pécsiek számára bír nagyobb téttel, hiszen a baranyaiak még jó eséllyel pályáznak a 8 közé jutásra, míg a Marsó NKK gyakorlatilag lemondhat a felsőházról. Ráadásul az alapszakaszban 17 pontot és 9 lepattanót átlagoló Bennett Davis-e sem számíthat a nyíregyházi szakmai stáb. Elég stabil teljesítményt nyújtott a Davis, az azt jelenti, hogy volt neki 17 pontos átlaga, 9-10 lepattanós átlaga. Ezt valahogy a csapatnak kell majd összehoznia és pótolnia. Itt lehetőség lesz ismételten olyan játékosok idézőjelben bemutatkozására, akik eddig kevesebbet játszottak, muszáj lesz játszaniuk nyilvánvalóan, és hát én azt gondolom, hogy azért nincs most senki olyan a padon, aki ezt tudná hirtelen egyénileg hozni, tehát a csapatnak kell ezt majd valahogy bepótolni. Ezt mi sajnos ugye már korábban tudtuk, hogy el fog menni, hogy a szerződése lejárt, gyakorlatilag elmehetett volna korábban is, vagy mi is elküldhettük volna, de ez kicsit szerencsétlenül jött össze, még jó lett volna, ha erre a mérkőzésre itt van. A nehézségek ellenére a nyíregyháziak győzelemmel szeretnék megörvendeztetni szurkolóikat. Próbálunk egy kicsit új dolgot hozni, ami remélem, hogy nem minket fog megzavarni, hanem valóban a Pécset. A Pécs ugyanúgy fel lesz térképezve, el fogjuk mondani természetesen, hogy mit szeretnénk csinálni. Aztán majd meglátjuk, mint ahogy az Zalaegerszeg mérkőzés ellen, az Zalaegerszeg ellen, hogy abból mi tud megvalósulni, mit fogunk tudni fejben felfogni és a pályán megmutatni. Úgyhogy én bízom abban, hogy ha jelenleg ugye a Pécs kicsivel erősebbnek tűnik, főleg úgy, hogy teljes játékos kerettel van, de bízom abban, hogy azért mi arra törekszünk, hogy ne adjuk könnyen a bőrünket, ebben benne van minden. Nyilvánvalóan nyerni szeretnénk, és aztán a többit az majd tényleg a mérkőzés fogja megmondatni. A Marsó NKK Pécs találkozó pénteken 18 órakor kezdődik a bújtosi csarnokban, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap délelőtt 10 és este 8 órától láthatják az összecsapást.